Ez lencse. 2 évvel ezelőtt lencse volt a Paksi Kisnyugdíjasok Önkormányzat által összeállított karácsonyi csomagjában, haladva a kor szükségleteivel a 2021-es ajándékban készfertőtlenítőt is találnak majd az idősek. A csomag iránti igényléseket november 25-ig adhatták le a polgármesteri hivatalban az alacsony jövedelemmel rendelkező szépkorúak. Azok a nyugdíjasok igényelhették egyébként az elmúlt időszakban ezeket az ajándékcsomagokat, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85.500 forintot, egyedül élők esetében pedig a 128.250 forintot. Az idei évben 538 nyugdíjas igényelte ezt a igencsak gazdag, véleményem szerint igencsak gazdag ajándékcsomagot. Ezeknek a kérelmeknek a feldolgozása jelenleg zajlik. Szabó Péter polgármester arról is beszámolt, hogy a kérelmezők jogosultságának vizsgálatát követően az ajándékcsomagokat december 1-e és 20-a között munkaidőben 8-tól délután 4 óráig szállítják ki az önkormányzat munkatársai. Csomag értéke egyébként 4000 forint, és megpróbáltuk úgy összeállítani ezeket a csomagokat a polgármesteri hivatal munkatársaival, hogy az előző évek tapasztalataira támaszkodva, az előző évek nyugdíjasai részéről érkező visszajelzések alapján kerültek olyan ajándékok ezekbe a csomagokba, amelyeknek én azt gondolom, hogy alapvetően örülni fognak majd a nyugdíjasaink. Szaloncukor, instant kávé, száraz tészta, szalvéta és karácsonyi hangulatot megteremtő illatgyertya is található a csomagokban,